Sziasztok! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az MKP MKK, a Magyar Kis- és Közösség YouTube csatornáján. Hosszú idő után most újból teljes értékű tesztvideó következik, mert hogy birtokunkba került Pályer Gyula göncölkése, nem is egy, hanem rögtön kettő, úgyhogy nem is szaporítom a szót, csapjunk bele! Szeretem az olyan videókat, ahol már nem kell a késkészítő munkásságát, múltját, tehetségét bemutatni. Pályer Gyula ezek közé tartozik, nagyon sokat szerepelt már a Magyar Kések YouTube csatornán. Ami biztos, hogy Gyulának van ribeye tokenje, és ez be is dobta tavaly nyáron, hiszen a Tűzzel Vassal fesztiválon megmutatta ezt a szörnyeteget, aminek akkor még nem volt neve, nevet később ti adtatok neki egy Facebookos játék részvételével. És akkor megmutattam nektek ezt a kést, és nagyon sokan mondtátok, hogy szeretnétek ezzel valami videót. Gyula meg én természetesen úgy gondoltuk, hogy hát miért ne. És szeptemberben át is vehettem nem egyet, hanem rögtön kettőt a göncölből, mert hogy ez lett a neve később a késnek. Tehát átvettem kettőt a göncölből, és cirka 4 hónapon keresztül nyúztam, játszottam vele, hogy megmutassam nektek valójában, mi is ez a kés, mit is tud, miért is annyira nagyon jó, amennyire én gondolom. Egy pár szóban beszéljünk a sújtókésekről, tényleg csak egy pár szóban, pontosan azért, hogy valamilyen szinten be tudjuk őket helyezni ennek a videónak a természetes közegébe. A sújtókéseket alapvetően nem a magyar éghajlati és környezeti viszonyokra találták ki, ez inkább a trópusi éghajlat környezeti viszonyaihoz vannak igazítva, gondoljatok csak Dél-Amerikára vagy az indonéz szigetvilágra, golokokra, parangokra, macsétákra, kukrikra, tehát ezen a területen jóval sűrűbb, jóval puhább szárú növények vannak, ezeknek az írtására, a háztáji munkákra, a mezőgazdasági munkákra, és természetesen harcászatra is használták ezeket a sújtókéseket. Ezekből később kialakult egy sport, kicsit egyszerűsödött a forma, és megalakultak ezek a versenysújtókések, amelyek irányába Gyula tett már egy kirándulást a Sandokánnal, ez néhány évvel ezelőtt itt volt a csatornán, ami rám nagyon-nagyon-nagyon mély nyomokat, nagyon-nagyon mély hatásokat és nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott bennem, hiszen az a kés szerintem államszép volt. Nos, ezt a vonalat követve alkottam el Gyula a göncölt, picit szériakésesebb irányba elvűv a dolgot, tehát jóval egyszerűbb anyag felhasználással, és mint láthatjátok, igen, ilyen hentes bárn megoldással kialakítva, így született meg a göncöl. No, hát akkor csapjunk bele, és akkor tényleg foglalkozunk most már 100%-ig magával a göncöllel. Amikor szeptemberben hazavittem ezt a kést, ugye, és kicsomagolgattam ebből a kis zsírpapírból, akkor azonnal nagyon finom érzések lettek rajta a múrát. Tudjátok, hogy milyen gyengét szálak kötnek engem ezekhez a nagy késekhez, ezekhez az alfahím késekhez. De amikor a golokot Amikor a göncölt a kezembe vettem, akkor egy furcsa, hát ilyen perverzió lett rajta múrá. Tudni akartam azt, hogy ez a kés mennyire működik úgymond ilyen tábori séfkésként vagy konyhakésként. Thank you.
Nos, mint láthattátok, az ételfeldolgozás parádésra jól sikerült ezzel a késsel, ami nem lepett meg, megmondom őszintén, mert ez a bárgy jellegű kialakítás és az igen hosszú 24 centis vágóél, az nagyon megkönnyíti ezt a dolgot. Ugye ezek az outdoor konyhakések meg bárdok nagyot mentek az elmúlt években, gondoljatok csak az Amazonra és hasonszörű társaira. Nos, ott én volt szerencsém a kezembe próbálni egy ilyen Amazon kést, valóban nagyon jól lehet vele ételt feldolgozni, de a tábori feladatok ellátására azért elég erős kompromisszumokkal használható eszköz. A göncöl viszont, majd később látni fogjátok, nagyon ügyesen lavírozik ezen az ösvényen. Tehát az ételfeldolgozásról csak néhány szót, igazából nincs olyan élelmiszer, amit ne lehetne játszik könnyedséggel és megfelelő precizitással feldolgozni ezzel az eszközzel, akár otthon a konyhában, de egyébként kint erdei körülmények között is. Egy lecsót raktunk össze vele, és ahogy apukám mondta volt régen mindig, fiam, ha egy lecsót össze tudsz rakni, akkor mindent össze tudsz rakni. Nos, a göncöl összerakja a lecsót, a pörköltet, bármi más többször használtam főzések alkalmával, tökéletesen jól működik. Beszélgessünk a paraméterekről, fontos a paramétereket kihangsúlyozni, ennél a késnél is nagyon fontos a paramétereket kihangsúlyozni. 56 SI 7 acélról beszélgetünk, ebből készül szabadkézi kovácsolással a göncöl. Mindjárt visszatérünk az acélra kicsit részletesebben. A penge 240 mm hosszú, az élhossz is ilyen 235-237 mm, 6 mm-es penge vastagság, 136-137 mm markolathossz és 630 g maga a súly. Konvex élezést kapott a kés, természetesen gyulaféle vadállati konvex élezést kapott. Beszélgessünk egy picit az 56 SI 7 acélról. Ezzel az acéllal baltáknál szoktunk találkozni, mert hogy azt mondják erre az acélra, hogy nagyon jól terhelhető, nagyon jól bírja a fizikai sérüléseket, és aránylag könnyen karban tartható, kellően finom él is húzható rá. Nos, van egy ilyen tévhit, hogy az emberek úgy szokták bekategorizálni az acélokat, hogy rozsdamentes meg szénacél, ez valójában kicsit sántít, mert hogy minden acél tartalmaz szenet, legalábbis majdnem minden acél tartalmaz szenet. Inkább úgy értelmez szétszedni ezt a dolgot, hogy rozsdamentes és nem rozsdamentes acél. Rozsdamentes acélokról akkor beszélgetünk, ha a krómtartalom 12% fölötti tartományban van. A göncöl esetében ez 0,4, tehát nem beszélünk rozsdamentes acélról. A széntartalom viszont, ugye alapvetően minél magasabb, annál jobb az acél, magas széntartalmú acélról akkor beszélünk, ha 0,5 és 0,9 között van legalább a széntartalom, és 0,6 és 0,9 között a mangán. Ilyenkor terhelhetőségében, éltartásában, élterhelhetőségében, tartosságában jó acélokról beszélgetünk. Nos, a göncöl esetében a széntartalom 0,55-0,6, tehát mondhatjuk azt, hogy valahol egyébként a közepes széntartalma és a magas széntartalma acélok határmesdjén mozog, és a mangán érték is itt mozog, és ennek fényében a következő dolgokat kéne elmondani az acélról, hogy nagyon jó éltartásra rendelkezik, valóban nagyon terhelhető az éle, bírja a fizikai behatásokat, és könnyen karbantartható, de mi szerettük volna ezt saját bőrünkön is megtapasztalni. Így van, megnyúztuk, láthatjátok a közeli felvételeken, semmiféle sérülést nem szenvedett ez el az él,
semmilyen kicsorbulás, kipattogzás, törés, sérülés nem volt rajta. 115 kilóval ugrálgattam rajta, illetve rúgóztam rajta. A legvékonyabb pontján a késnek szintén volt hajlást, éreztem, hogy egyébként kicsit ilyen trambulis effektus van. Semmilyen sérülés nem volt, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen, ez a kés a végletekig terhelhető. Na de mennyire tartotta meg az élét? Jó gyerekek, azért jó sok cserepet vágtam át, jeget vágtam át, nyilván elment az éle, de kezemben volt a WorkSharp Field Tested Glide Sharpening 2.0, tudja tökön mi a neve, élező, és a teljes videós anyag az 7 perc 3 másodperc volt, tehát durván ilyen 6,5 perc alatt olyan élt húztam vissza erre az acélra, ami tökéletesen megfelel akár ételfeldolgozásra, akár a finomabb munkákra itt tábori körülmények között. Tehát az acél hibátlanul működött. Még egy nagyon fontos dolog, ugye a rozsdamentesség sokan azért szoktak félni, ugye a magas széntartalmú és nem rozsdamentes acéloktól, mert hogy rozsdásodik. A közeli képeken láthatjátok mindkét kést. Ezt a két kést én konkrétan 4 hónap használat alatt egyszer sem kezeltem le, annyi, hogy használat után eltörölgettem őket. Ennyi volt az össz, ennyi volt a max. Jól láthatjátok, mennyi rozsdásodás jelent meg a pengén, mennyire volt erős a korrózió hatása ezekre a pengékre. Finom csiszolópapírral azonnal eltüntethető. És hogy mennyire húzható finom él ezekre a késekre? Hát Gyula esetében ez egy érzékeny kérdés, mert Gyulánál mindig nagyon-nagyon csodálatba ejt az, ami ilyen konvex éleket rak a késeire. Nos, mind a két példány, amit a Göncölből kaptam, lézer kard élességű konvex éllel volt. Nézzétek meg a meccés tesztet!
Konkrétan hiába volt ez a folytott meccés, nem kellett a hátamból előtt beleadni, mert ilyen hanyag pimasz mozdulatokkal meg lehetett oldani a meccsi feladatokat. Brutálisan finom él volt rajta, és ez a brutálisan finom él bírta a kibaszott kemény teszteket is. Szokott lenni az a látványos teszt, tudjátok, amikor a palackot átvágják az emberek, és akkor lassított felvételbe BOOM! Szétszáll a víz, mint a tinédzser az első szexuális aktus alatt. Ez egy félreértett dolog, ezeknek a teszteknek mindig az szokott lenni a lényege, tudjátok, hogy viszonylag kisebb erőkifejtéssel kell a palackra csapni, és akkor jó, hogyha a palacnak az alsó része lehetőleg egy helyben marad, tehát nem elütöd a palackot, hanem átvágod a palackot. Nézzétek meg, hogy a göncöl hogy szerepelt ezen a teszten. Igen, láthatjátok, a Benny egy ilyen nagyon hanyag, pimasz, zsebre dugott kezes mozdulattal, konkrétan ketté metszette. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kés brutálisan finom konvex éllel érkezik, és még egyszer kihangsúlyoznám, ez a brutálisan finom konvex él a keményebb feladatok elvégzésekor tökéletesen jól működött. We'll be right back.
Számos fafeldolgozó munkát végeztem el a késsel, láthatátok, igen kemény munkákat különböző évszakokban, különböző időjárási körülmények között. Semmiféle nehézséggel nem találkoztam ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy srácok, tehát az, hogy mondjuk kényelmes vagy ergonomikus egy markolat, erről a markolatról mindjárt beszélgetünk majd egy kicsit bővebben is, nem fogja befolyásolni, hogy ez a munka írtozatosan fárasztó és kemény és megterhelő a kezednek, mert az egy roppant tömegű kés, ami nagyon erősen fejnehéz. Tehát a pengének, az egész késnek az ösztömegének jelentős része ide a vágóélhez, magához a pengéhez jön, és Gyula mind a két modell, mint ahogy a képeken láthatjátok is, ilyen teperetten kialakítást adott, ami azt jelenti, hogy még tovább csökkent ez a tömegrész. Na most, ugye hátrány, hogy eléggé fejnehéz lesz a kés, előny, hogy a sújtóképessége brutális ennek a késnek. Olyan plusz energiát, lendületet szed össze, hogy simán azt mondom, hogy ha nem is hagyja le a balták fejszék sújtóképességét, de nagyon azon a határon mozog. Ez sem jelentett gondot, igen vastag, igen komoly fenyőfával dolgoztam, mint láthatjátok, és ami érdekessége ennek a fenyőfának, hogy bár vizes volt, belül száraz, kicsit ilyen zsákmacska volt, hol piszok könnyen hasadt, hol nagyon keményen kellett vele dolgozni, volt egy olyan fenyő is, amiben egy olyan csomó volt, aminek fatwood volt konkrétan a közepe, és beszorult maga a göncöl, és meg is hajolt a penge, tehát ki kellett szedni, nem tudtam átverni rajta, akárhogy dolgoztam. Én azt hittem, hogy ott akkor egyébként hazavágtam az egyik modellt a kettőből, de nem, miután kiszedtem, kipattant egyenesre a penge, semmilyen sérülés nem volt, mondom, még az élen sem. De természetesen azon túl, hogy kőkemény munkákat elvégeztünk vele, finoman, ésszel is lehet dolgozni ezzel a késsel.
Igen, tehát ha az ember nem pont teljes erőbedobással akar dolgozni, akkor is nagyon hatékonnyá tud válni egyébként a göncöl. Van még egy nagyon fontos rész, hát természetesen nem mehetünk el emellett, hogy faragjunk vele tollaságat is. Meglepően jól működött egyébként tollaságfaragáskor a kés. Ebben a munkákban, egyébként a precízebb munkákban nem jelentett egyébként hátrányt a túlzott orrnehézség vagy fejnehézség. Nem húzta a kezet, nem volt kényelmetlen. Jó ez a fajta ív, szépen előre lehet fogni, egész közelről, bentről lehet dolgozni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a téren is jól vizsgázik a göncöl. Nyilván nem egy tollaságfaragó versenykés, de meg tudta oldani ezt a feladatot is méghozzá nagyon-nagyon jó. Itt az idő, hogy végkövetkeztetéseket, konklúziókat vonjunk le a göncöllel kapcsolatban. Srácok, én is úgy álltam hozzá a sújtókésekhez, hogy a sújtókések alapvetően nem erre az éghajlati övre valók, és nem erre a természeti közegre valóak, viszont el kell ismernem, gyerekek, hogy ha az ember eltölt vele egy kis időt, akkor nagyon-nagyon kezes kissé lehet ezt varázsolni. Nagyon komoly, közeli barátságot lehet vele ápolni, és akkor ki fog jönni az oldala egy ilyen késnek, a göncölnek, hogy ez egy rettentően sokoldalú kés is tud lenni. Megfelelő időt, energiát pazaroltok rá, úgymond, akkor egy nagyon-nagyon jó kés válik belőle, és sokoldalú kés válik belőle. És nem csak a trópusi éghajlatokon, itt nálunk, a mi hazai erdőnkben is. Ennek ellenére azt mondom, hogy nem kifejezetten vándortúrázóknak és átlag normál túrázóknak ajánlatos kés, mert ugye ahhoz nagyon nagy. Viszont azt mondom nektek, hogy tábori feladatokra, túlélésre ez egy nagyon-nagyon optimális választás lehet, illetve házkörüli munkákra, ugyanis ez a kés, bármilyen egyszerű konstrukcióról beszélgetünk is, ez a kés, bármilyen egyszerű konstrukció, nagyon ügyesen lavírozik a sokoldalúság és a hatásfok, simán kiüti a ringből a 630 g-os tömeget. Ugyanis egy olyan ember, aki megtanulja használni ezt a kést, azt a 400 g-ot boldogan beáldozza ennél a késnél, de egy olyan eszközt fog kapni, ami kiváltja a baltát, de a finomabb munkákat is el tud vele végezni, sőt, az ételfeldolgozást is.
Ami nagyon fontos még ennél a késnél, és ez olyan dolog egyébként, hogy az ember 50 éves korára megérik erre, mint a jóbor, hogy bár mindenki azt mondja, hogy fú, nagy erő, szétbaszunk vele mindent, igazából nem kell. Pont ennek a késnek az a nagy előnye, hogy kevesebb saját erőkifejtéssel és a kés tömegének ügyes használatával azok a munkák könnyebben és gyorsabban elvégezhetők, amik egy kisebb tömegű késsel, vagy mondjuk szerintem ugye a balták esetében a kontrollra folytott koncentrációval elérhetőek. Tehát igazság szerint csalhatunk vele. Játszik könnyedséggel oldhatunk meg olyan feladatokat, amelyeket más késekkel bizony erőkifejtést kell használni. Nagyon-nagyon jó a göncöl ebből a szempontból. Nagyon-nagyon tetszett. Nálam biztos helye van egyébként otthon a ház körül, és akár egy túlélő felszerelés, egy B.O.B. csomag összerakásakor is. Pláne, hogyha az ember megye tok nincsen hozzá, ha csinált azt mondjuk tokot, van nálunk nagyon tehetséges ember erre, és azt a tokot fel tud kusztomizálni, akkor akár hátizsákon is fel lehet, és akkor már a szállítás is egy nagyon barátságos dolog lehet. Végezetül beszéljünk arról, hogy ami nagyon fontos, a konklúzió utáni konklúzióról, hogy azért kértem két darabot Gyulától ebből a késből, azért kértem kettő göncölt, mert hogy arra voltam kíváncsi, hogy a szabadkézi kovácsolásnál egy, milyen eltérések találhatók, sokszor szokott ez téma lenni. Srácok, itt van előttem most a két kés, nagyjából össze is rakom őket. Láthatjátok, hogy ilyen csücsök kihegyezésben van némi nemű eltérés. Élben annyira nincsen, az egyik egy picit talán nagyobb, a másik egy picit kisebb. Ez a különbség, amit tapasztaltok, ez nem befolyásolja a használatot és a hatékonyságot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aki szabadkézi kovácsolású kézműves terméket akar venni, annak erre meg kell, hogy érjen, ezt rossz indulat nélkül mondom. Ez a termék nem más, mint egy embernek a tudása, tapasztalata, kedve és lelkesedése, amit acélba ver nektek. Minden kés egy picit más lesz, picit ilyen DNS, kicsit új lenyomat, nem lesz kettő ugyanolyan. Tehát, hogyha te pontosan ugyanolyan kés szeretnél, mint ami a fotón van, akkor neked gyártott széria késeket kell választani, semmivel sem lesz jobb vagy rosszabb, neked az való. Ha igazából szeretnéd a mesterséget, a hagyományt, egy szeletke történelmet megvásárolni és egy embernek a tudását és odafigyelését, akkor ezeket a késeket érdemes választani, mert egyedi, kézzel készített terméket fogsz kapni. Srácok, én ennyit szerettem volna a göncről elmondani nektek, ezzel a teljes értékű videóval indítottuk el az évet. Természetesen a Magyar Kések oldalán folyamatosan rendelhető ez a kés, megtaláljátok, itt az útvonalat most látjátok is, hogyan lehet elérni. Aki kacérkodik egy ilyen késsel, csak biztatni tudom, mindenféleképpen tegye meg, mert nagyon-nagyon jó késről beszélgetünk. Nem olyan vészes összeg, tehát az árát bőven vissza fogja hozni, akár házkörüli munkák alkalmával is. Ha tetszett nektek az a videó, akkor jöhet a like, ha nem, akkor is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert ez nekünk nagyon fontos. Kövessetek minket a különböző közösségi portálokon is. Láthatjátok, az erdő ilyenkor is csodaszép. De vigyázzatok a természetre, meg magatokra is. Találkozunk nem sokára. Sziasztok!